Jó estét kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket itt a műcsarnokban. Egy nagyon szép és méltó est elébe nézünk. A Magyar Művészeti Akadémia irodalmi tagozata élő folyóiratának második évfolyam harmadik száma következik a mai estén, amikor is Vati Zsuzsa kinevet a végén válogatott novellák és kisregények című kötetét mutatjuk be. Mielőtt bemutatom a mai este résztvevőit, szolgálati közlemény, nehogy elfelejtsem, hogy a bejárattól balra Zsuzsa kötete nagyon nagy kedvezménnyel 1500 forintért kapható. Használja ki a lehetőséget, hogy itt van velünk, és dedikálja, vagy én szoktam mondani, hogy dedikálja ezt a könyvet. És hogy én se jöjjek üres kézzel, minden kedves érdeklődőnek és Zsuzsa művészeti iránt fogékony alkotótársnak, barátnak hoztam egy ajándékparnasztust, azt is el lehet venni majd kifelé. Már eredetileg azt akartam, hogy aki vesz egy kötetet, az kap egy parnasztust, de azért ez már egy kicsit erős lenne, úgy éreztem. Engem Turci Istvánnak hívnak, és az irodalmi tagozat vezetője, Mezei Kati kért meg, hogy az ő nevében is egy pici késéssel érkezni fog. Köszöntsem Önöket! Engedjék meg, hogy bemutassam a mai este résztvevőit. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Szirtes Ági Kossuth-díjas színművészt. A régi barátnak járó puszival és szeretettel üdvözlöm, köszöntöm Talián Marian színművészt. Az egyetlen ember, aki már dolgozott közöttünk, Páncél Kristóf zongoraművész. És hát természetesen nem maradhat el a könyv szerzője, a Márai József Attila és Prima díjas Vati Zsuzsa. Köszönöm szépen, ha megengedik, leülök, de ha nem engedik meg, akkor is. És van nekünk egy forgatókönyvünk, mert a világrendje ilyen, hogy forgatókönyv szerint dolgozunk, bár már is jelzem, hogy borulni fog egy picikét, mert annyira összenéztünk Kristóffal, hogy lesznek még a, miután Kristóf olvasta a novellákat, több novellát olvasott, és azt mondta, hogy neki vannak zenei ötletei bizonyos hangulatokra. Úgyhogy erre mondtam én, hogy halljuk. Nem az, hogy lássuk, hanem halljuk. Úgyhogy néha-néha majd összenézünk Kristóffal, úgyhogy légy szíves, mindenért engem okolj. Ez a dolog lényege. Köszönöm szépen, és Szirtes Ági, mégpedig az előző megjelent kötet az Élet vásárcsarnokából. Jól tévedek, Ági? Így igaz. Így igaz, köszönöm szépen. Tehát Szirtes Ági művésznőt hallgatjuk. Vati Zsuzsa, az Élet vásárcsarnoka. 37. cédula, romkocsmák. Menj évben szabadon, leng a halvány Balaton. Rajta lebeg két kalács, a badacsony és gulács, Vörös Sándor. Pszichót délután felhívta építész ismerőse. Voltál már romkocsmában? Kérdezte. Nem voltam, mondta. Akkor gyere velem, több is van a környéken, kiválasztunk egyet, megnézzük. Megbeszélték, hogy 7-kor találkoznak. Ám Pinyő, az építész, délben telefonált, hogy társai halaszthatatlan találkozót beszéltek meg egyik külföldi ügyfelükkel. Nem tudott lenni. Pszichó megnézte az interneten a kínálatot, kiválasztotta a Kosbor nevű romkocsmát, és elindult. Egyedül. Nem este, hanem délután. Hogy hány teremből áll a kocsma, első pillanatban felbecsülhetetlen. Egy emeletes ház kapuján kell bemenni, és pince, földszint, emelet, lépcsőház, belső udvar. Asztalok, székek, padok és különféle tárgyak felmérhetetlen sokasága. Az enni és innivalóért mindenki maga megy a pincérpulthoz. Egyelőre ennyit sikerült felderítenie. A következő pillanatban benyomul a belső udvarra egy csapat fiatal turista, idegen vezetőjük leülteti őket. Angolul folyik az előadás,
gyenge angol tudásának és az idegenvezető különös artikulációjának köszönhetően pszicho csak annyit ért, hogy a 60-as, 70-es, 80-as évek szocialista országainak életéről van szó. A hallgatóság nagy nevetésekkel nyugtázza az ambiciózus idegenvezető mondatait. A csúcspont, amikor az felmutat két képet. Az egyiken Brezsnyev és Kádár János szájon csókolja egymást. A másikon talán Honecker, a szocialista Németország első embere csókolózik Brezsnyevvel. Pszichozavarba jönne, ha meg kellene neveznie a különös érzést, ami a látványtól elfogja. Sokszor látta a fényképet, s mégis nevetés és borzongás egyszerre jön-megy benne. Vajon Kubában mit mutatnak a turistáknak? Aztán azon is elgondolkodik, mit éreznek, mit gondolnak azok, akik átélték, és mit azok, akik számára ez csak idegenforgalmi látványosság. Körülnézek, gondolja, amíg a végére érnek a gulyás kommunizmus a legvidámabb barak bemutatásának, és elindul. A néhai ajtók, ablakok helyét itt téglák és romos vakolat jelzi. A feltehetően belső udvarnak használt terepet, ahol most ülnek, kormos, szürke-fekete falak veszik körül, a régi tűzfalak. Az egyik épülettől a másikig fényes alumíniumcsövek, talán víz, talán gáz megy bennük. Vagy csak vezetéket imitálnak. A bejárat felett pedig egy másfél méteres gyík. Szarva is van, mintha ördöggyík volna, és felszúrni készülne valakit. Az egyik alumínium csőre, fekete tussal felírva, ital árlap, alatta a borok neve. Ára. Egy ló is van a kerthelyiségben, talán fából, talán agyagból. Nyakában tábla. Tintaló társulás. Középen egy kerekek nélküli trabant, négyen ülnek benne egymással szemben. Sört isznak, nézelődnek, beszélgetnek, nevetnek. Pszichónak eszébe jut, egy külföldi utakat reklámozó füzetben olvasta, a romkocsmák a turisták egyik legizgalmasabb célpontjai lettek Magyarországon. Reggel felülnek a repülőre, megnézik a várost, elfoglalják olcsó szállásukat, és az éjszakát a kocsmában mulatják át. Hogy a szomszédok, az utcabeliek mit szólnak ehhez, azt majd elmondják ők. Milyen a véletlen? A romkocsmában is találkozik az ember ismerőssel. Ha először jár ott, akkor is. Pszichóra ráköszön valaki. Norbi, a fiatal apa, 4 éves kislányával. Tetszik? Kérdezi, de nem várja meg a választ. A szomszéd házban laktunk, mondja. Itt nőttem fel. Gyere, megmutatom az emeletet, a galériát, és amit még nem láttál. A földszinten 3 egymástól elválasztott helyiség. Az egyik nyitott udvar, a másik, mint egy népszerű kocsma népszerű söntése, tele nevetgélő és beszélgető különböző országokból jött, különböző korú emberrel. A harmadik sötét és intim. A vendégek feje fölött hintaló. Az udvari részen nincs tető, itt 2 bicikli áll, csak 3 kereke van a kettőnek, az első kerekük közös. Madárkalitka! Papagáj! Norbi kislánya kiabál örömében. Csőri a neve, mondja és kiabál. Csőri! 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 A falon régi konyhacsapok, egy imitált telefonfülke, alacsony asztal mögött álló lámpa, ernyője, nyitott esernyő. Norbi rámutat egy asztaltársaságra, olaszul beszélnek. Nevetnek, azt kiabálják. Olé, olé, olé! Reggel felülnek a repülőre, mondja Norbi, itt töltik a napot, este hazamennek, és jól érzik magukat.
Itt nem a pénz, az iskolai végzettség, az öltözék számít, valami más. Ha valaki olyat tud mondani, amin az egész társaság nevet, ő a nyerő. Még egy kicsit nézik a jókedvű olaszokat, azután elbúcsúznak. A kislány újra megáll a papagájnál. Norbi meg visszakiált pszichónak. Tudod, mi volt itt valamikor? Szabadtéri mozi. Ide jártunk moziba. Kutyát is be lehetett hozni. Pszichó még nézelődik, megnézi a megvásárolható CD-ket, az esti programokat. Megfogadja, hogy egyik este eljön, mindent újra megnéz, és itt tölt néhány órát. Távozóban elvesz egy szórólapot, ezt olvassa rajta. Várunk, gyere el hozzánk, minden nap várunk. Szirtes Ági, köszönjük szépen! Szívem szerint azt mondtam volna, hogy aki kitalálja ennek a slágernek a címét, az kéthetes brazíliai körutazást nyer, de sajnos nem. Viszont örülök, hogy a hangulat passzolt és eltaláltad. Zsuzsának mondtam, ő nem ismerte ezt a dal, de ő amúgy sem játszana ebben a játékban. Drága Zsuzsa, nem menjünk el említetlenül az előző kötet mellett sem, hiszen ebből hallottunk egy részletet a 44 cédulából, és hát tulajdonképpen én két dologra lennék kíváncsi. Egy, ami rögtön, még mielőtt bármit mondok, eszembe jutott valami. Békés Csabban volt egy kocsma, amikor én katona voltam, akkor ez a vasútállomás mellett volt. Nem tudom, hogy mi volt inkább, rom vagy kocsma, de inkább kocsma, mert én azért szerettem oda járni, mert minden 13 forint volt. Teljesen mindegy volt, mit kértem, mindenre 13 forint. Bármit 13 forint. Úgyhogy már egy idő után nem is csak összeadtam. Négy dolgot, akkor az 4x10, 4x3, és megvolt. És hát ez a hangulat, ez a világ jött nekem most vissza valahogy. Sajnos nem emlékszem a nevére, de lehet, hogy majd ez még elő fog jönni. Kedves Zsuzsa, ez a könyv egy kicsit, mint Kései találkozás, persze főhajtás is, meg cédulázgatás Vörös Sándor jegyében, hiszen majd minden cédula elé oda tettél egy másik cédulát, amely Vörös Sándor egy, van olyan egy sor, de van, amikor egy egész versszakot, vagy egy, majdnem egy negyed verset is beletettél. Ugyanakkor még a cím is, ez is egy idézetnek a része, az Életvásárcsarnoka.
Egyrészt kérdezlek, hogy ez a találkozás engem érdekel, mert hogy ez ilyen típusú találkozások egy kicsit hamarabb szoktak megvalósulni. Nyilván ez benned sok-sok évtizeden át, vagy több évtizeden át érlelődött, de érdekelne, hogy miért döntöttél úgy, hogy ezt a kötetet egy kicsikét omázs a Vörös Sándor is elképzelted. Zsuzsa kedves, és ha már kérdezlek, akkor a másik része pedig az lesz ezzel kapcsolatban, hogy milyen olyan más típusú találkozásaid voltak írókkal, értelmiségiekkel, főleg a pályád első felében, amelyre úgy érzed most így visszatekintve, hogy meghatározók voltak, vagy szívesen emlékszel vissza, vagy éppen nem szívesen emlékszel vissza rájuk. Úgyhogy két kérdés. Hát Vörös Sándort személyesen nem ismertem kezdőírókoromban, bár tudom, hogy azt hiszem hét bizonyos napján mindig hozzá ment el egy csapat, egy társaság, de én valahogy úgy éreztem, hogy én nem való vagyok közéjük, vagy talán nem vagyok még eléggé az írók világába jártas ahhoz, hogy én Vörös Sándorhoz elmenjek. Úgyhogy én személyesen nem ismertem, csak egy-egy szereplését hallottam, és találkoztam vele. Pontosabban, amikor először hallottam Vörös Sándor hangját, az a Szabad Európa, nem, a BBC rádióban volt, egy magyar adásban Csé Szabó László megkérdezte tőle, hogy Vörös Sándor, a neved hogy írod két elvel, és hogy mondod? És akkor megszólalt Vörös Sándor, két ővel, mint ököl. Ez volt az első mondat, amit tőle hallottam a BBC-ben. Aztán találkoztam vele természetesen, de komolyabb kapcsolat nem jöhetett létre. Viszont amikor a írásait jobban megismertem, akkor a döbbenet fogott el, hogy létezik ilyen zseni, létezik ilyen ember még rajta kívül. És akkor aztán elkezdtem olvasni, és mivel én a Lónyai utcában lakom, 25 éve lakunk ott, a Vásárcsarnoktól körülbelül 200 méterre, és akkor, amikor a egyik vörös versben találtam egy ilyen sort, hogy az életvásárcsarnoka, akkor arra gondoltam, hát nekem soha nem jutott volna eszembe. Pedig minden nap látom, minden nap bemegyek, hogy tudott erre ő rátalálni. És muszáj volt a verseit még közelebbről megismerni. Hát ezt az ökör dolgot nem fogjuk elfelejteni, ez biztos már. Ez 60 körül lehetett, 1960 körül. Na, és akkor még egy pár nevet, arcot, emléket, hogyha felidéznél. Akár hát, ebből az időszakból is. Hát az én írói pályám azzal indult, hogy írtam egy novellát, még mint ifjú vegyészmérnök, Százhalombattai olajfinomító koromban, és kérdeztem egy-két ismerős költőtől, hogy mit csináljak, hová vigyem. Mondták, hogy az újírásba vitt be a Váci Mihályhoz. És én bevittem Váci Mihályhoz, rövid írás lehetett, elolvasta, azt mondta, jó, tetszik, hozzon még. Mondtam, nincs több. Azt mondja, ez az egy van. Mondtam, ez az egy. És akkor elnevette magát, és mondta, hogy jó van, akkor jöjjön akkor, ha lesz még egy. És akkor én... Mentél egyébként utána? Mentél haza? Utána... Mikor lett még egy? Sokára lett még egy, mert a Százhalombattaiak akkor, hála Isten, egy féléves NDK ösztöndíjat adtak. Pontosabban megkérdezték, ki akar elmenni egy NDK-beli olajfinomítóba dolgozni. És jelentkeztünk vagy 9-en, vagy 10-en, és mire arra került a sor, hogy elmenjünk, egyedül maradtam. És ennek óriási előnye volt, mert attól kezdve, hogy átléptem a határt, nem lehetett magyarul megszólalni, és mindent megismerhettem, amit akartam. És ebből az időszakból írtam meg az első komolyabb novellámat, a Útijelentést,
és ezt hozta le aztán az újírás, amikor... Igen, megintem. Annyira profi, Zsuzsa, hogy már is átvezetett az új könyvre, a új könyvhöz, mert így van, nem is kellett semmit mondanom. Köszönöm, hogy ezt elmondtad az Élet vásárcsarnokával kapcsolatban, és már is itt vagyunk ennél a kötetnél. Egy picit még a kezdetekről engedd meg, hogy kérdezzelek. Nagyon banális kérdés, egyértelműen, de miután még erről nem beszélgettünk, engem érdekel, ugye vegyészmérnök lettél. Ez egy ilyen muszáj herkulesség lett, hogy végül is aztán fölvettek, mert én tudom azt, hogy a családi okok miatt ugye enyhén szólva nem voltál könnyű helyzetben a pályád legelején, fiatalként, de aztán ez úgy adódott, hogy vegyészmérnök, tehát jelentkeztél mérnöknek, vagy pedig akartad is igazából, tehát volt benned ilyen típusú affinitás? Hát ugye Pápán laktunk, Veszprém közel volt, és figyelmeztettek rá, hogy bölcsészkarra, jogra, tehát humán tagozatra ne jelentkezzek, mert oda nem fognak felvenni, próbálkozzak meg a Veszprémi Vegyipari Egyetemmel. És én nekem nem volt semmi kifogásom ellene, az osztályfőnökünk egy kitűnő kémia tanár volt, úgyhogy nekem az volt a fontos, hogy egyetemes végezhessek, és ne könyvelőként kelljen majd Pápán esetleg 20 év múlva dolgoznom. Tehát így indult a dolog. Elgondolkoztam azon, hogy az úti jelentést elolvasva, hogy ez az első novellád. Jelentem, nem biztos, hogy mindenki olvasta az itt lévő közül. Hihetetlenül egységes, pontos, nagyon izgalmas munka. Engedjék meg, hogy pár dolgot idézek belőle, és most ne is figyelj ide, most ezt nem azért, csak azért mondom, mert ezek nekem annyira tetszettek, és annyira az érett író beszél belőlük, hogy döbbenetes. Hát létezem én egyáltalán? Kérdezi a szerző. Hát létezhet, aki mindig csendben jár, és arra ügyel, hogy időben eltakarítsa a nyomokat maga után? Ez az árny létről beszél most Zsuzsa, és egy kicsit néha az az érzésem, hogy mintha persze saját magadról beszélnél. Épp ezen a héten volt a születésnapom, mondja. Meg voltam győződve róla, hogy senki nem tudja rajtam kívül, és felkészültem önmagam titkos, néma, érzelgősség nélküli megünneplésére. Valahogy tudomásul kellett vennem, nem halaszhattam jövőre. Nagyon izgalmasak ezek, és nagyszerűen érzékeltetik azt a hangulatot, a fiatal lány hangulatát. 3 napja nincsenek könyveim. Rettenetes a hiány, mondja. Úgy érzem, nem vagyok. Tehát az olvasás lenne az egyetlen bizonyíték arra, hogy létezem. Nagyon remélem, hogy sőt biztos vagyok benne, nem csak nekem tetszenek ezek a mondatok, nagyszerűek, nagyon izgalmasak. És a végén ez a líraiság, hát az ember költőként megdöbben, amikor hadd idézzek ebből is a novella végéből, hiszen egy hosszú novelláról, nem is tudom, ez egy 40-50 oldalas novella, ugye? Igen. A végéből idézek, nincs levegő mozgás, csendes és riadt az este. A fák az út szélén mind bekötött térdő sebesültek. És nem bírok elmenni, csak nézem, amint a szalagnyi fénycsóva kinyílik, összegörnyed, majd újra nekiveti magát a sötétnek. Értem, leszakadni szeretne a kéményről, de hogyan, mikor onnan táplálják? Gyönyörű lira, és hát persze eszembe jut Virginia Woolf, aki mondta, hogy néma és sötét a kémény, ideírtam magamnak, ahogy az én szemem sem vett több szikrát. Mondja az Orlandóban Virginia Woolf, és hát természetesen ez egy másfajta megközelítés, de milyen szép az, hogy mind a ketten a kémény és a füst előtt álltok, és a saját életetek addigi eseményei jönnek vissza. NDK, egyébként én azt csodálom, hogy nem lettél ironikusabb. Én úgy éreztem, hogy még az az ember, aki elmegy NDK-ba, Kelet-Németországba, az még több iróniával tudja magát fölvértezni, ugyanakkor inkább megértést, bölcsességet, finomságokat, bár vannak ott azért kiszólások, de úgy látszik, te nem vagy ilyen értelemben, vagy nem voltál a kezdetekkor ilyen értelemben ironikus alkat. Hát külföldre utazni nekünk akkor az olyan csoda volt, hogy hihetetlen volt, hogy nem nyugatra természetesen, de bármelyik szocialista országba fél évre elmehetek,
Hát Németországból mindenek előtt Weimarba, Lipcsébe, Berlinbe, ott, ahol Bach élt, ott, ahol Lipcsét mondtam, ott, ahol Goethe élt. Nekem az, ez a csoda volt, úgyhogy egyáltalán nem a politikát, nem a köznapi életet néztem, hanem azt, amire az ember álmába sem mer gondolni, és egyszer csak beteljesül. Az életrajzod szerint egy időben, 1970-ben jelent meg az első könyved, illetve 70-től lettél a Képes Hét gyermekrovatának munkatársa. Nézd rám, ha tévedek. Nem, ez nem így van. A Képes Hét talán 10 évvel később. Később volt. Igen. De akkor már sajtósként dolgoztál. Igen. Akkor ebbe tévedtem. De akkor ez volt a Csepeli üzemi lap? Vagy ez igen, is később volt? Első újságírói helyem a papírgyári üzemi újság volt, és ott tanultam meg az újságírást. Ez egyébként nem akármilyen dolog volt. A szerkesztőnk, hát főszerkesztő egy üzemi lapnak nem volt, a szerkesztőnk Hajtűn József sakkmester volt, aki kis hián nagymester volt, egy nem tudom mi hiányzott ahhoz, hogy nagymester legyen. Két matt. A munkatársai Bella István voltak, Balázs József, a költő. Az író, a prózaíró. Az író. És a külső munkatársak is csupa író, csupa költő volt. Úgyhogy nem kívánhattam volna magamnak jobb üzemi lapot. Na, itt azért álljunk meg, mert ez nagyon tetszik nekem. Tehát Bella Pista, aki nyilván nem merte megverni sakkban a főnököt, mert ha megveri, ő képes lett volna. Megverte? Hát, nagyon sajnálom, hogy nem kérdeztem meg tőle ezt sok-sok évvel később, mert hát én sakkoztam vele, nem mesélem el azt az élményt, jó? Egészen ilyen picire zsugorodtam a végére, úgyhogy ez mindig, amikor éreztem, hogy nagy az egóm, akkor mindig elmentem hozzá sakkozni, és a végén rommá vert, szóval ez tény és való, tehát nem mondom el, hogy C4-en mi történt, mert ez nagyon szomorú történet. De hát azért ez nem semmi, pestesen szólva, Bella Pistával, Balázs Jóskával, én nagyon, Jóskát is nagyon régóta, még nem is voltam egyetemista, én a Katit ismertem, a Fodor Katit, a későbbi feleségét, és aztán úgy keveredtünk össze. Mondták, hogy itt van ez a kis fiatal csávó, és úgy legyintettek, hogy mi van öreg, gyere, ígyunk meg egy pohár borocskát, és úgy ismertem meg a Jóskát, és kezdtünk el beszélgetni, mondom Kati révén, és még néztem a jegyzetemet, Seres Attila is veletek volt, ugye, aki aztán diplomata lett? Diplomata lett, igen, Seres Attila diplomata lett. Nekem Hajtú Jóskáról, mivel én sakkozni nem tudtam. És befogadtak ennek ellenére? Persze. De ilyen emlékem van, hogy egyszer azt mondta, hogy ma te írod a vezércikket. Nem emlékszem már, miről kellett vezércikket írni, és akkor elolvasta Hajtú Jóska, és azt mondta, hogy Zsuzsika, megígérem, többet nem kell vezércikket írnod. Azt mondja, alkalmatlan áll szókincsed. Ügyes, tehát ez az ügyes. Ez a hogyan ne írjunk több vezércikket. Tehát saját magadat felszabadítottad a rabig alól. Ezt csak gratulálni tudok. De azért maradjunk kicsikét a Bella Pistánál, mert tehát ő hogy viselte ezeket a dolgokat? Meg egyáltalán van valami jó sztori, amit esetleg még nem osztottál meg a kedves érdeklődő közönséggel, hogy ebből az időből is, persze Pistáikról. Hát sajnos sztorira nem emlékszem, biztos volt pedig. 14 papírgyára volt akkor az országnak, és utaztunk bizony Szentendrétől kezdve Miskolcig, és nagyon mozgalmas munkánk volt, és a gyárban dolgozókkal kitűnő interjúkat lehetett csinálni, hogy működik egy papírgyár. Köszönöm szépen. Olyan sokat beszélgettünk most, akkor dolgozzanak egy kicsit a színművész barátunk, és Marian, te következel, és most megtudjuk, hogy mivel. Kinevet a végén. A címadó novella. Egyszer csak ott álltak a szoba közepén. Két rendőr és egy civil. A fiatal rendőr délután visszajött. Ne haragudjanak rá, nem tudta, hogy házkutatás lesz, még csak egy hónapja rendőr. Ráadásul szegről végről rokonak is, már járt itt az apjával, igen sajnálja. A civil éppen ellenkezőleg. Mintha a félig felöltözött asszony, az álmukból felri a gyerekek, ott se lettek volna.
Felalá járkált a szobában, rossz cipőjével bele-bele rúgott a bútorokba, szőnyegekbe, és fiatal arcán az igazságtevés jeges, forró önkívületével felindultan kérdezte. A cseléd ugye a konyhában? Úri lakás nem proliknak való? Idegen tájszólással, fejhangon beszélt. Szemében olvatüvegként fénylett a gyűlölet. Így. Mert a két fiatalabb közül az egyik megszégyenülten kullogott. A másik hol a haragtól, hol az örömtől tombolt. A munka az idősebb rendőrre maradt, aki ha nem is túl lelkesen, de szakszerűen végezte a dolgát. A családfő pedig, aki miatt ez a barátságtalan reggeli ébresztés történt, aki vagy elkövetett valamit, vagy nem, de olyan idők jártak, hogy ha nem, az is elég volt. Odahajolt a 9 éves nagylányához, gyorsan a fülébe súgta. Ha fegyvert dugnak el valahova, azonnal kiálts. De nem dugtak se az ágyakba, se a fehérneműs szekrénybe. Talán elfelejtettek magukkal hozni, vagy nem volt rá parancsuk. Az egész házkutatás nem tartott tovább 1/2 óránál. A láng pallosú, aki mintha egy földön túli, igazságosabb birodalom követelett volna, megírta a jegyzőkönyvet, felolvasta és felszólította a férfit, hogy írja alá, az asszonyt pedig, hogy tanúskodjék a történtekről. Indulhatunk, mondta az öregebb rendőr, és végigfutott a hátán a hideg, ha arra gondolt, mi következik most. Félre is fordult, mert nem állhatta ezeket a pillanatokat. De nem történt semmi. A férfi megcsókolta a gyerekeit, utoljára a feleségét, csak futólag, mintha a vasútállomásra indulna. Csak amikor a legkisebb gyerek felsírt, akkor futott át a fején. Napok óta rossz álmai vannak. Egyszer oroszlánnal, egyszer farkassal viaskodik, máskor zuhan lefelé, és nem érkezik meg sehova, csak zuhan, zuhan, zuhan. Felesége egy percig se hitte, hogy a férje tényleg elmegy ezekkel az alakokkal. Hogy hagyná őt itt 3 gyerekkel? Csak amikor a férje vette a nagy kabátját, kalapját, amikor becsukódott mögöttük az ajtó, akkor hasított belé. Napok óta arra ébredt, hogy egy súlyos test ül a mellén, egy nagy macska vagy menyét. Lehet, hogy nincs itt semmi félreértés. Lehet, hogy mégse véletlen. A lakás, mint egy elhagyott utasszállító hajó. Nyitott szekrényajtók, a földön párna, papírok, tolpihe. A legkisebb gyerek tüsszögni kezdett. A két lány megkérdezte, ugye ma nem kell templomba menniük, ugye ma nem, kivételesen. Most kell csak igazán, mondta az anyjuk. Erre öltözködni kezdtek, és visszatért az élet a megszokott medrébe. Azaz, hogy ekkor lépett ki. Valahol megszólalt egy sziréna. Az utcán lázas rohangálás kezdődött, a macskakövön léptek és kiáltások gurultak. A kiáltásokból az derült ki, hogy árvíz van, kiöntött a bakonyér. Pár perccel később a gyerekek ott álltak a dombon az árvíz szélénél. A járdák és az úttest helyén, mintha a világ legtermészetesebb dolga volna, fagyos, szürke víztükör lebegett. Jégdarabok és hófoltok, faágak és jégbefagyott sás úszott a víz hátán. A két lány, mint a többi gyerek, beledugta hócipőjét a vízbe, és vad szívdobogással várta, mi történik. Nem történt semmi. Egy férfi azt mondta, a város a hibás. 2 éve nem tisztítatja se a medret, se az átfolyókat. Itt minden pusztul, de ez még csak a kezdet. Elhúzódtak mellőle. A fagyos víznél is fagyosabb lett körülötte a levegő. Az asszony felöltözött. Átment a szomszédokhoz, egyikhez és másikhoz is. Elmondta, mi történt, és azt is, mit szándékozik tenni. A szomszédok helyeselték, ő pedig elindult. Kin olvadt, ráadásul a latyakos hóra esni kezdett az eső. Mikor a márvánnyal borított lépcsőházban felfelé indult, már nagyon dobogott a szíve. Vasárnap van, gondolta. Lesz itt valaki? Dolgoznak ilyenkor egy szerkesztőségben? És miért nem járt még itt soha? Pontosan ilyen a mi írógépünk is, kiáltott fel örömmel, amikor meglátta a gondterhelt férfit, aki egy öreg Underwood fölé hajolva 2 ujjal írt.
A hasonlóságot egyébként jó előjelnek vette. A gépíró arca, miközben az asszonyt hallgatta, egyre komorabb lett. Nincs itthon a főszerkesztőnk, mondta, de amint hazajön, értesíteni fogom. Lehajtotta a fejét, és keservesen felsóhajtott. Ugye, tudja, a titkárunkat is elvitték 2 napja. Az asszony szeme tágra nyílt. A férfi bizalmasan áthajolt az írógép felett. Feljelentést tettünk a belügyminiszternél. Akarja, hogy felolvassam? Az asszony bólintott. Szeme előtt, mint egy mentőv, a lap nyílt térrovata jelent meg. Ha ott megírnák, akármilyen röviden. A gépíró előkapott a fiókjából egy papírt. Elfúló hangon olvasta. Felhívjuk az érdekeltek figyelmét, hogy a demokráciát mi igenis komolyan vesszük. Az asszony már a lépcsőházban járt, ott hallotta a mondat végét. A bűnösöket nem mentjük, de az ártatlanokat igenis megvédjük, mert a szabadság szent előttünk. Az utca üres volt. Misére harangoztak, de ez most nem érdekelte. Gyorsan ment, mint aki tudja, mit akar, pedig egyáltalán nem tudta. Egyszer csak ott állt a ház előtt. Munkás otthon. Bent égtek a csillárok, a nyitott ablakokon beszélgetés és füst szállt ki. Bentről mély, öblös férfi nevetések hallatszottak ki. Majd egy szónokláshoz szokott hang hosszan, szenvedélyesen beszélni kezdett. Lengett a szép bariton az utcán, mint szélben a harangzúgás. Az asszony közelebb ment, távolabb, majd megállt egy csupasz akácfa alatt, és a szemközti zeneiskola ablakait bámulta. Várjon még, vagy menjen inkább. Egyszerre felcsapódott a háta mögött a vaskapu, és kilépett rajta ő. Őszhajú férfi, a város első embere. Tapasztalt, nagy tudású, barázdált homlokú és kérges tenyerű. A nő odalebbent hozzá. Letartóztatták a férjemet, mondta. A férfi összehúzta a szemöldökét, határozott nem tetszését fejezte ki. Csinált valamit a férje? Kérdezte. Semmit, mondta az asszony. Az őszhajú arcán mosoly futott át. Úgy álltak ott a járda szélén a férfi és a fiatal nő, mint akik egyazon jó ügy érdekében fáradoznak. Majd a mosolyt a férfi arcán bizakodás váltotta fel. Valami tévedés lehet, mondta. Ne aggódjon, estére otthon lesz. Az asszonyt a mennyországba repítette a mondat. Ha ő mondja, ha senki más, ő csak tudja. Sejtettem, mondta. Nem főztek ebédet, nagykaré vajas kenyeret ettek. Ez roppant ünnepélyes volt, és az ismerősök közben egymásnak adták a kilincset. Valaki azt mesélte, a halápi vendéglő pincérét az állomáson megmotozta egy rendőr, és a derekáról 15 kerékpár gumit tekert le. Egy nőtől pedig 20 pár selyemharisnyát vettek el. A tűnékeny, minden pillanatban más színnel vibráló idő könnyű volt. A levegőben aranyporként lebegett a remény, estére hazajön. Igaz, egy évvel korábban éjszakára is bent tartották, de akkor még szinte háború volt, most konszolidált békeidők. A legkisebb gyerek színes üveggolyókat gurigatott, keresztül kasul a lakáson. A 2 lány arról beszélt, mit csinál most az apjuk. Úgy képzelték, cigarettázik, kék szallagos füstkarikákat fúj. Az anyjuk azt képzelte, nem képzelte, látta maga előtt, hogy férje a rendőrfőnökkel beszél, szikrázik a szeme, és azt mondja, ragaszkodom hozzá, hogy minden szót jegyzőkönyvbe vegyenek. Mégiscsak hozzákezdett a főzéshez. Mire hazaér, éhes lesz, kimerült, legyen meleg étel. Így jött el a délután. És ezen a napon az ónszínű felhők miatt korábban kezdett sötétedni. Egyszer csak ott állt a konyhában a reggeli rendőr, arcán bűntudat, hangjában bocsánatkérés. Ő nem tudta, hogy házkutatás lesz, hát még letartóztatás, őt nem avatták be semmibe, csak magukkal hozták. Így szokás,
mondta az asszony. Így rángatnak mindenkit bele. A fiatal rendőr nagy, vörös kezét maga előtt lógatta, csontos arcán gyámoltalan mosoly. A krumplis pogácsa éppen megsült, az asszony tárra tette és felénye nyújtotta. Mit gondol? Kérdezte. Mikor engedik haza? Mindjárt 5 óra lesz, és még nem is ebédelt. A rendőr keze megállt a levegőben, csuklani kezdett, és nem értette, miért jött ide saját elhatározásából. Hiszen elvitték őket, mondta. Őket? A rendőr mondott 3 nevet, és gyorsan, hogy essenek már túl rajta, kibökte. A déli vonattal Pestre vitték őket. Az asszony még látta az ajtórésben eltűnni a kék kabátot, majd hirtelen az ajtó is eltűnt előle. Mintha fülsértő zajok állták volna körül. Rikoltó sípok, lánccsikorgás, süllyedés zaja, rianás, égő ház teteje, ahogy leszakad. Jaj nekem, sírta, jaj nekem, mi lesz velünk? Miért hagyott itt bennünket? Miért nem mondta nekik, hogy nem megy sehova? Miért ment el, és ha elment, miért nem jön haza, ahogy megígérte? Sírás, és közben beszélt, és sírt, és potyogtak a könnyei, és jól esett sírni, mert miközben dagadt a sírás, mint a fény, a hab, a szél, csodálatos módon minden megkönnyebbedett. Jött a szomszédasszony. Baj van, mondta, orvost kellene hívni, menjen el valaki orvosért. És míg az orvos megjött, a sírás tovább nőtt, szép volt, mint egy fiatal fa, egészséges és magas égi ajándék volt. A 3 gyerek összebújva a túlsó sarokban ilyetten figyelt. Nézték az orvost kigúvat szemmel, félelemmel, és a szobába kiterjesztett szárnyal egy barna denevér repült be. Felszállt a mennyezetre, ott is maradt. Sötét este volt már. A kaput senkinek sem jutott eszébe bezárni. Így történhetett meg, hogy az ajtón kopogtak. Zöld lóden kabát volt rajta, aranykeretes szemüveg csillogott az orrán. Ott állt a szoba közepén, talán pont ott, ahol reggel a 2 rendőr. Kabátja alól kilátszott a reverendája, a nyakán a fehér gallér. Jó estét kívánt mindenkinek, csak más szavakkal, nem úgy, ahogy az emberek szoktak egymásnak. Kört írt le a kezével, tenyerét összetett. Magáról csak annyit árult el, hogy rokona Jézusnak. Egyszerre megjelölve az ő keresztjével és Dávid csillagával, megsimogatta a legkisebb gyerek fejét, és megkérte őket, hogy imádkozzanak, mondják vele együtt az imát. Hiszek egy Istenben, kezdte. Az imába a nagylány kapcsolódott be először, az asszony másodiknak, és rögtön utána a 2 kisebb. A hiszek egy után jött a mi atyánk, aztán az üdvözlégy, azután még vagy 10 másik. Nem is gondolták, hogy ennyi imát tudnak. Mondták egyiket a másik után, mintha játszanának, mintha a vendég jó játékot talált volna ki nekik. Majd kimelegedtek, egymás szabába vágtak, nevettek. Meddig játszottak, nem emlékeztek rá, arra sem, mikor ment el a vendég. Mintha még ott lett volna, amikor az Úr angyalába belekezdtek, de lehet, hogy amikor nézegetni kezdték az imakönyvét, akkor ment ki csendben az ajtón, egyszer csak nem volt sehol. Így ért véget a hosszú nap. Türelmes szavakkal, irgalmas neszekkel, észrevétlenül. A legkisebb gyerek tátott szájjal aludt, a 2 nagy oldalt, tenyerét az arca alá szorítva. Az anya nyitott szemmel feküdt, mozgott a szája, azt mondogatta, engedjék haza, ártatlan, higgyék el, nem csinált semmit, semmit. Kinn a vizen jégtáblák úsztak, faágak és sás. Fenn bevilágítottak a csillagok.
Köszönöm, Kristóf. A levegőben aranyporként lebegett a remény, estére hazajön. Ez volt az egyik mondata a most elhangzott novellának. Gyönyörű. Ezt megjegyeztem magamnak, ezt a mondatot nem is fogom elfelejteni. Meg hát, mert hát tudjuk, hogy nem jött haza. Két dologról szeretnék most veled pár szót váltani, ha te is úgy akarod. Az egyik a cím. Címadás. Ugye lehet, hogy nagyon egyszerű a dolog, rábögtél az egyik novellára, és azt mondtad, hogy legyen ez a címe. De azért itt egy picit többről is van szó, hiszen rögtön bejön a mezei olvasónak is, nem annak, aki szakmányban olvas, a mezei olvasónak is bejön az, hogy van egy játék, egy társas játék, a kinevet a végén. És hát ez a könyv nem másról szól, mint az Élet nevű társas játékról. Ha volt az Élet nevű vásárcsarnok, akkor ez az Élet nevű társas játék, az, ami itt ezen a nem is kevés oldalon végigpereg. Kérdezlek, cím, hogy lett ez? Te adtad, vagy valaki más adta, vagy a szerkesztő mondta, hogy legyen ez a címe? Engem mindig érdekel, hogy pláne egy olyan kötet esetében, amely egy visszatekintés, egy válogatás. Igenis súlya van a címnek. Hát röpstelem, de be kell vallanom, hogy a kinevet a végén játékot, így névről ismerem, de bizony nem tudom, hogy hogyan zajlik, hogyan kell játszani. Én azt hiszem, meg foglak hívni téged valamelyik hétvégén, és eljátsszuk ezt a játékot. Körülbelül annyi ideig fog tartani, mint elolvasni a te könyvedet, mert én ezt megvalami szintén élvezettel is gyorsan olvastam. De Zsuzsa, örök ifjú vagy, vannak még bepótolandó dolgaid, ezt most már látom egyértelműen. Slágerek, te is eljössz, Kristóf, jó? És akkor néhány slágert fölelevenítünk Zsuzsának, és közben lejátsszuk a kinevet a végén. Mit szólsz ehhez? Mint opció. Na de tényleg, hogy lett a cím? Hát így lett, hogy nagyon reméltem, hogy inkább azt mondom el, hogy engem is meglepett, mikor a novellákat összeállítottam, ugye a nem tudom 40 év vagy hány év novelláit, hogy 45, hogy mennyi politikai tartalmú írás volt. És nem tudok rá más magyarázatot találni, mint az, hogy 1985-ig nem írhattunk meg egyet se abból, amit szerettünk volna. És akkor nem jelenhetett meg semmi se, ami politikai tartalmú volt. És akkor egymás után egyiket a másik után muszáj volt megírni, és így lett meg ez a 1947-es írás is, és a többi. Ez egyébként, ugyebár ha Váci utcában járkál valaki, akkor észreveheti, hogy van ott egy három emeletes épület, és egy két emelet önkiszolgálóból, legfelül egy önkiszolgáló étterem, és a ház bejárata mellett egy tábla, hogy itt tartóztatták le 1947. február 23-án Kovács Bélát. Ugye akkor kezdődött el a Kisgazdapárt bedarálása. Ezt én utólag néztem utána, és tudtam meg, hogy ez elkezdődött, és kiadtak egy parancsot, hogy pontosabban így tervezték el, hogy az ország minden nagyobb településen tessék letartóztatni 3-4-5 embert, attól függően, hogy hányan laknak. És így lett pápa is, ahol mi laktunk, ott hármat jelöltek meg, három embert, és ezek közül egyik lett apám, a másik egy volt polgármester, és a harmadik egy köztörvényes bűnöző. Ezt a három embert tartóztatták le, és aztán mindenhol vagy kevesebbet, vagy többet. És hát apámnak az volt a szerencséje, ugye, hogy ügyvéd volt, és az ügyvéd kollégák összefogtak, és azt mondták, hogy megtalálták azt a nyilván beépített embert, akit jó sok pénzért, de azt mondta, hogy ha nem emeltek még vádat, fél év múlva itthon lesz. És így történt. Ez a magyar közösség per volt, ugye? Ez a magyar közösség per, akkor kezdődött el, és abban lehetett volna belekeverni, igen, apámat. Hogyha... Gyorsan számolok, de akkor még nagyon kicsi voltál, akkoriban mentél iskolába. 7 éves volt. Igen. Tehát akkor ez, igen, nagyon kicsi voltál, és hát, de hogy éltétek ezt meg? Hát ez egy nagy, így ahogy leírtam. Uh-huh. Így ahogy leírtam, ez nagyjából így történt. Ezek nagyon eleven emlékek maradtak, és ezeket mind meg lehetett írni. Így utólag milyen érzés, hogy a családban több jogász is lett?
Hát rajtam kívül mindenki jogász. Te vagy a kakuk tojás. Úgyhogy akarom, nem akarom, muszáj, egy kicsit mindig jogi háttérrel gondolkozom, akármiről van szó, de nem baj. Na vigyáznom kell, mit mondok, mert... Ott a nővére, ő is jogász. Az öcsém is. Igen, meg nem kérdezem, ki van itt még jogász, úgyhogy lehet, hogy leállítjuk a felvételt. Nem, hát nagyon, nagyon izgalmas, és ugye 47, aztán megyünk tovább, jönnek az 56-os írások természetszerűen. Még erről szeretném egy picit. Megmondom őszintén, picit sajnálom, hogy a Géret Szatilla írása, Klauzál tér 56 nem hangzik el ma este, mert hihetetlenül izgalmas. És ugye ráadásul az áradás képi visszajön ott is. Tehát ugye az árad a folyó, ott is ugye annak köszönheti Attila, hogy menekülni tud, hogy olyan magas a folyó, hogy be tud ugrani a Dunába, és ki tudja játszani úszva a víz alatt az őrséget. Tehát ahogy le is írod valóban. És hát rendkívül fontos, azt kell mondom, egyik oszlopa ennek a kötetnek a Klauzál. De beszéljünk csak az 56-ról. A Géretz Attila története engem is megrázott. Korábban én természetesen nem hallottam róla, amikor az Írószövetség házának, a szövetség épületének a falán felavatták a Géretz Attila emléktáblát, akkor a volt szerelmének, ott volt a férjével, Marica, és őt megkérdeztem, hogy megkereshetném, beszélne el Géretz Attiláról is. Akkor mondta el Géretz Attila életét és élettörténetét, és úgy gondoltam, hogy muszáj megírni. És ez lett az ő története. Tudjuk ugye, hogy sportoló volt, a börtönből, mikor kiszökött, átúszta a Jeges Dunát, nem tudom, 40 métert kellett a víz alatt úsznia, hogy kiusson, és akkor ezt sportolóként megoldotta, megtette. Végül is az lett az élete vége, az lett, hogy 56-ban a Klauzál tér közelében, ahol részt akartak venni harcba, ott lelőtték, egy orosz tank lelőtte. Részt vette valaki, vagy fölkértél-e valakit, hogy esetleg a rostálásban az életműből, ugye a válogatott novellák, én még mindig ezen rugózom egy kicsit, mert hihetetlenül nehéz dolog. Igazából ez az ember gyakorlatilag saját ujját vagdossa ilyenkor, hogy miket tesz bele egy ilyen kötetbe. Te segítette valaki, vagy teljesen egészében úgy gondoltad, hogy ezt magad. Ugye kétféle lehetőség van. Az egyik, én költőként mondhatom azt, hogy volt olyan kötetem, amikor azt mondtam, hogy megkértem egy irodalomtörténészt, hogy válogass, hogy ne kelljen vele foglalkoznom. Jó távol maradjon a dolog. A másik, amikor meg nem engedek senkit közel a dologhoz, és magamon szűröm át az egészet. Te nyilván ezt az utóbbit választottad valószínűleg, de azért kíváncsi vagyok, hogy volt-e tettes társ. Én azt hittem, hogy majd a kiadó fogja mondani, hogy válogassuk együtt, de hát lehet, hogy talán arról van szó, hogy más korosztály ma már, akik a kiadónál dolgoznak, és inkább rám bízták, viszont a szerkesztő kitűnően segített a szöveggondozásban és a szöveg megfogalmazások esetleg korrigálásában, kiigazításában. Lett ciklikusság is, ugye ciklusos lett, három részre bontod, nyilván a korai, az első novella és a korai, utána az 56-tal kezdődő novellák is, és végül a nagyobb lélegzetű művek és regények együtt, úgyhogy ez tükröz egyfajta időrendet? Igen, nem tökéletesen, de nagyjából azért időrendet követi. Én nekem az okozott gondot, hogy megszabad-e ilyet tenni, hogy kisregényt, nem az egészet, hanem egy részét beválogatom a novellák közé, de arra jutottam, hogy muszáj ezt tennem, mert például Márton Erzsébet történetét nem tudtam volna másképp. Uh-huh. Igen, igen. Van-e olyan novella, ami azóta is fáj a szíved, hogy kimaradt? Nincs. Nincs. Jó, mert egyébként ez volt a valamelyik nap este, azon gondolkodtam, hogy majdnem minden este beszélgetünk, hogy ha ezt mondtad volna,
hogy esetleg van, akkor én azt kértem volna Mariantól, hogy hívjon fel téged, és azt a novellát, amit nagyon szerettél volna, hogy bekerüljön, de nem kerül be, hogy az hangozzék el. De miután ezzel nem támadtál engem meg, és mindig egész másról technikaiztunk az elmúlt napokban, ezért aztán ezt magamban eltemettem ezt az ötletet. Úgyhogy ez... Köszönöm, hogy ezt elmondtad, és én már nézem ám közben az órát, mert természetesen nagyon fontos, hogy a puding próbálja az evés, hy halljunk szövegeket, hiszen Vati Zsuzsa művészetével, műveivel, aki még nem foglalkozott olyan közelről, vagy nem ismeri olyan behatóan, azt hiszem, hogy ezek által ismerszik meg az alkotó természete, személyisége, érzékenysége. Ránézek Marianra, és akkor Minerva temetője. A házon fehér zsalus ablakok, előtte kerítés, virágok, két emelet magas tujafa. Ha bemész, észreveszed, hogy a ház kapuját kulcsra zárják, de a lakásajtókat nem. Az utcai cipőt kint hagyják a lépcsőház közös terében, és a közeli parkolóhelyre kiki felfesti a saját autója rendszámát. Természetesen senki más nem áll oda, csak ő, a bérlő, a tulajdonos. Az utcát Kaszinó Strasszénak hívják, Zürich belvárosában vagyunk. 7 évvel ezelőtt jártam először ugyanebben a házban, ugyanebben az utcában. Hogy szeretem ezt a várost, most második látogatásomkor éreztem, amikor régi ismerősként végigmentem a Neptun utcán, Minerva utcán, az Angol negyed utcáján és a 4 kisebbet összekötő Merkur utcán. Az emeletes házak errefelé nem lapos tetejűek, hanem magasak, és a lila ákácot ügyesen felvezetik az emeletre, erkélyre, sőt, a tetőre is. Szeretnéd megkérdezni tőlük, hogyan csinálják. Mint a nyugat-európai országokban, itt is minden utcában van pszichiáter, jógaiskola, ezoterikus tanfolyam, masszőr, fogorvos, többféle terapeuta. Egy régi gyárépületben kórház, az épület előtt a látogatók részére fenntartott parkolóhelyek és annyi liget, park, szobor, szökőkút, hogy örömében eltéved közöttük az ember. Ha Európára gondoltam, mondta amerikai évei alatt Thomas Mann, az nekem mindig Svájcot jelentette. Nem véletlenül mondta, 5 éven átlakott a Zürich melletti Küsznachtban, majd a háború után, amikor hazajöttek, a tó túlsó partján, Kirchbergben. De ne vágjunk a dolgok elébe. Hadd mondjam el én is, engem, a közép-kelet-európait mi nyűgözött le Svájcban. A rend. A rend, ami több, mint törvénytisztelet, hagyománytisztelet, az emberi lényeg egyfajta megtestesülése. A rend itt közmegegyezés, a közjó eltökélt, hasznot hozó gyakorlása. 13 állam, néha válságos, máskor gond nélküli, de sohasem szétszakadó szövetsége. 500 éves megegyezés arról, hogy egyik sem alkalmaz erőszakot a másik ellen, hogy az Isten segítségével szerzett zsákmányt mindig egyenlően osztják szét egymás között. Létezik ilyen? Elképzelhető egyáltalán? Elképzelhető. És tartja magát 1431 óta. Talán a jólét segít a legtöbbet abban, hogy a 13 kicsi állam megtalálja a közös gondolkodást. Nem kizárja, hanem beengedi Európát. Ha kell a reformációt, ha kell a szabad gondolkodást. Lehet ez az oka, hogy Svájcban a városok terén álló szép justícia nem szigorú és gondterhelt, mint nálunk, inkább kacér, térde kilátszik a ruhájából, és a mérleget szinte lóbálja, mintha az igazságot játszva is lehetne osztogatni. Zürich tartogat egy temetői látogatást is számomra. James Joyce sírjához szeretnék elmenni a Flunterni temetőbe. A sírköveken itt nincsenek érzelmes feliratok, szűk szavú, néha egyenesen Istenhez címzett mondatok vannak, vagy biblia idézetek. A kriptán gyakran állatalakok láthatók. Meg nem tudnám mondani, miért oroszlán az egyiken, miért őz, bárány vagy kutya a másikon. Joyce sírján egy egész alakos, életnagyságú bronzszobor.
A mester egy padon ül. Elhatározom most, hogy először találkozunk, megmondom neki. Amikor a kamarazenét olvastam, 17 éves voltam. Szerelmes voltam, és a versektől még szerelmesebb lettem. Csak már nem tudtam kibe. Abba, aki a verseket írta, vagy akitől a verses kötetet kaptam. Azt képzelem, ő meg fogja válaszolni. Ő is szerelmes volt, amikor a verseket írta, és 20 vagy 21 éves. De nem ezt mondja. Egy sóhajt hallat, és mintha az volna a sóhaj értelme, hogy ó, Ganges Gerlicéje. Én meg, mert először találkozunk, eldicsekszem neki, hogy készültem ám a találkozásra. Tudom, olvastam, hogy a dublini embereket 40 kiadó utasította vissza. A megjelenés érdekében 9 ügyvédi irodával 120 folyóirattal levelezett. Postaköltségre, perköltségre, vonatjegyekre 3000 frankot költött. És amikor a könyv végre megjelent, a kinyomtatott példányokból az első évben 499 darab fogyott el. Várom az elismerést, de a mecénások későbbi kedveltje el se mosolyodik. 5-7-9, mondja, velencei lelent. Majd egy kis idő múlva, a fű nem hű, a csalit nem csal. Hallgatok, magamban örülök és mosolygok. Milyen jól el tudunk beszélgetni egymással. Ő is hallgat. Majd váratlanul, mintha egy indulóra zendítene rá, telitorokból felkiált. Vörösbegyi, mint halálig, fel Lancasterek! Nagyon megtisztelve érzem magam, hálából elhatározom, hogy a buxusbokrokat, mert a sír buxusokkal van körülvéve, megöntözöm. Hát persze, hogy megöntözöm. Keresni kezdek egy kutat, kutat nem, de csapot találok, alája oda készítve egy kanna. És nem csak egy csap van, hanem több csap. A látogatók, a vendégek számára mindegyik alatt egy-egy kanna. Ó, farkasréti, újpesti, óbudai temetők, gondolom. Hány kannával lennétek szegényebbek, ha ti is oda tennétek minden csap alá egyet? Teleeresztem, felviszem a sírhoz, megöntözöm a bokrokat. Mikor végzek, mintha a mester azt mormolná, szép, így tovább, et Cicero, majd búcsúzóul utánam szól. És most csak essen az eső, ha úgy akarja. Másnap vagy harmadnap megnézem a zürichi Thomas Mann archívumot is. A család 1933-ban települt át Münchenből Küsznachba. Ezek az első sorok, amelyeket a szép íróasztalomnál a hozzá tartozó széken írok. 5 év múlva, 1938. szeptemberében, már a New Amsterdam fedélzetén Amerika felé hajózik a család. New York, majd Princeton. Amerikában befejezi a Józsefet 1943. májusában, hozzáfogad dr. Faustus írásához. Amerikában felhívja valaki Thomas Mann figyelmét James Joyce-ra. Nem az extravagáns íróra, hanem a nyelv művészére, bűvészére. Thomas Mann azt írja a naplójára, ba. Az ír regényíró nyelvi művészetéhez nem tudtam közvetlenül hozzáférni. Kritikai közvetítésre voltam utalva. Az ismerkedés, írói természetünk minden különbözősége ellenére fennálló rokonságot tett számomra világossá. Joyce ekkor már nem él. 1941. január 13 óta a flunterni temető lakója. 1955-ben Thomas Mann is Svájcban temetik el, őt a Zürich melletti Kirchbergben. Néhány kilométerre fekszenek légvonalban egymástól. Úgy gondolom, ha kedvük tartja, beszélgetnek is. Mert életükben egyszer sem találkoztak. Most elmondják mindazt, amit annak idején nem tudtak. A lübecki egy kicsit szégyenlősen, azt mondja a Dublininak. Mindig szerettem Andersen meséjét a rendíthetetlen ólomkatonáról. Voltak éppen
életem szimbóluma ez. Joyce bólogat, néhányat köhint, néhányat nevet, a sumériai sugárzást, a kimériai komorságot emlegeti, majd azt kérdezi a túlvilági kollégától. Melényegesen hány a hura, please? Köszönjük szépen! Pály elején Zsuzsa azt írja, nagyon szeretem ezt a mondatot, megérthetem-e majd egyszer, mi az, ami a dolgok sokosságát életté szövi össze? Valahol a könyv első harmadában, onnan jegyeztem ki ezt a mondatot. És ugye, aki látja az ő életrajzát, olvassa, hogy vegyészmérnökként indult, én azt hiszem, hogy Vati Zsuzsa örökre vegyész maradt. Az élet vegytanát, a létezés atomjait, a láthatatlan erővonalakat figyelte, vizslatta egész életében, műveiben, és teszi ezt ma is velünk. Megkímélem attól, hogy még újabb kérdéseket tegyek fel, hogy kicsit végre föllélegezhessen, és hát ránéztem az órámra is. Kedves vendégeink, tisztelt barátaink, a mai estén Vati Zsuzsa kinevet a végén válogatott novellák és kisregények tartalmazó művét mutattuk be. A Helikon gondozásában jelent meg most frissen. Én nagyon szépen köszönöm Talián Mariannak a közreműködést. Köszönöm Talián Mariant, nagyon szépen köszönöm. Páncél Kristófnak, de majd még a végén, amikor elvonulunk a dedikáláshoz, létszeres egy kis aláfestő zenét, mindenképpen lehet sláger is, rád bízzuk a dolgot, majd, de ki kell találni a dolgot. Páncél Kristóf! És drága Zsuzsa, köszönjük, hogy megszületett ez a könyv, köszönjük, hogy velünk vagy, és hogy ilyen jó kis, jó hangulatú kis, ha nem is beszélgetés, de úgy csináltunk, mintha beszélgettünk, és azért egy, számomra ez egy jó dolog. Mi már azért szoktunk beszélgetni Temesi Ferinél a mások az elmúlt években, és azért is örülök annak, hogy létrejöhetett ez a mai este, és nagyon remélem, hogy talán te sem érezted magadat rosszul. Én pedig akkor úgy írjuk, hogy megköszönjem neked.
Látják, minden formának megfeleltünk. Vati Zsuzsát láttuk és hallottuk a mai estén. Kedves vendégeink, a Magyar Művészeti Akadémia irodalmi tagozata élő folyóiratának második évfolyam harmadik számát látták és hallották. A vendégek és a közreműködők nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és mindenkit arra invitálok, hogy a kötet, ahogy mondtam, 1500 forintért kapható, itt is Zsuzsa természetesen örömmel dedikálja. Kérem, tartsanak velünk. Viszontlátásra, minden jót kívánok!